Sziasztok, Fálán vagyok, és most megint egy olyan tankot fogunk megnézni, ami eddig még nem szerepelt a csatornán, ez az M41 Walker Bulldog, vagyis az Amcsik 7-es könnyű tankja, ami a random meccsekben is nagyon erős tanknak számít, sokak szerint egy kicsit talán túl erősnek is. De ezen kívül bajnokságokon, első mérkőzéseken is láthattátok már a streamjeimen, hiszen ott is nagy előszeretettel használják, mert egyrészt nagyon jó scout tank, nagyon gyors, mozgékony, pici, jó kamóval, jó látótávolsággal, és ezen kívül irtozatos tűzerővel is rendelkezik. Itt most Sunyi nevű nézőn fogja nekünk megmutatni, a pálya az Sand River lesz, és ez egy támadás védés, és ők lesznek a védőcsapat. Lássuk is, hogy mi történik. Na most azt tudni kell erről a tankról, hogy van két opció igaziból arra, hogy milyen ágyút használunk. Az egyik a normál ágyú, ami kb. 3 másodpercenként lő, ha jól tudom. A másik lehetőség viszont ez a 10 lőszerrel rendelkező dobtáros ágyú, amit itt most Sunyi használ. Ez 30 másodperc alatt tölt be, hogy látjuk is, viszont utána még gyorsabban lő, tehát olyan 2 másodpercenként tüzelhetünk, ami azt jelenti, hogy igazi daráló gépé változik hirtelen az M41-es. Hátránya, hogyha kifagyunk, akkor nagyon sokáig kell töltenünk, viszont cserében még gyorsabban leadhatjuk az irtozatos sebzésünket. Egyébként nagyon jó az átütése is ennek a tanknak. 150 a sebzésünk, 175 az átütésünk, és mindjárt meglátjuk itt a T21-esen, hogy ez egy félelmetes gyorsan tud lőni ez a tank. És viszlát T21-es. Meg volt az első killünk. Ez egy KV85-ös. És már is csak 9 perc van vissza ebből a meccsből, egyébként elképesztő, ezért nem is játszok én, azt hiszem, hogy támadás védés általában, mert nem szeretem, hogy ennyire rövid az idő. Néha ez bizony hátrányos tud lenni, és itt most Sunyi úgy döntött, hogy kicsit elsunyiskodunk, hogy hülye szóviccel éljek, mert hogy látja, hogy itt elég sokan jönnek, felfedezték, már tudják hol van, ez ideje, hogy elmozduljunk, hiszen ez egy nagy előnye a Bulldognak, hogy gyakorlatilag ott jelenünk meg, ahol akarunk a pályán, mert annyira gyorsak vagyunk, nézzétek csak meg, 70 km/h-val száguld itt most Sunyi. Elképesztő mennyiségű nehéz tankja állt fel ott a csapatnak, arra a dombra, hogy megvédje. Viszont a másik oldal egy picit kevésbé tűnik jól ellátottnak, de azért ott is vagyunk bőven. Megjelent két Cromwell, egy IS, úgy tűnik, hogy az ellenfél az 1-es-2-es oldalon akar támadni. És mondjuk pedig próbál olyan helyzetbe kerülni, ahogy ezt egy kicsit így oldalba támadhassa. Egy picit lassan ment a lőszerünk, úgy tűnik, illetve a lövedékünk. Úgy tűnik, hogy nem valami gyorsan repkednek ezek az APC lőszerek. Egyébként ez a normál lövedék ennek a tanknak. Ez is egy tipikusan olyan tank, amikor visít mindenki, hogy úristen, miért lősz prémiummal, miközben ez a normál lőszer a tankon. Két szerencsétlen lövésünk volt, 2-2 közben az állás és irtozatos támadás ott a bal oldalon. Az ellenfél szinte az összes komolyabb tankját oda investálta be. Hopp, ott egy T-150-es, és elment a feneke fölött. Nem nőtt elég nagy feneke a T-150-esnek, úgy tűnik. Itt jön egy LTB, egy kicsit az ágyus ügyedéssel megküzdünk. Jó az ágyus ügyedés ennek a tanknak, de azért ennyire nem jó. És úgy tűnik, hogy teljesen lerohanják azt a bal szárnyat. És úgy próbál valamit csinálni, na most úgy tűnik, hogy jó helyzetben vagyunk. Viszont a fele tár már kifagyott, ez meg fölé ment. És ugye találtunk magunknak egy tigris hátsó tornyot, illetve torony hátulját inkább. És Sunyi úgy dönt, hogy betölt, ez most egy kicsit szerencsétlenül sikerült itt, és az ellenfél abszolút ellenállás nélkül átment a csapaton 2-4 az állás, most már 3-4. A Jack Panther azért kiszedt az egyik kometet legalább. Itt tűnik viszont, hogy most körbe fogják venni. Csak egy Black Prince-et, illetve egy KV-85-ot látunk a másik szárnyon. Kicsit túl sok itt az épület. Itt tűnik, hogy az LTB-nek sikerült megkerülni, illetve az LTTB-nek megkerülni a Jack Panthert. Szerencsére van ott egy T-25-2 is, aki egy kicsit tud segíteni oldalról. És úgy tűnik, hogy Sunyi nem is annyira Sunyin neki akar menni itt az ellenfélnek. Bevallom őszintén, nekem itt az első gondolatom az lenne, hogy megpróbáljuk távolabb kerülni és ott oldalról lövöldözni. De úgy tűnik, hogy Sunyi itt most nem így gondolja. Ehelyett ki akarja használni talán azt, hogy irtozatos tűzereje van. Tehát még hogyha egy lövés be is kap, az alatt az idő alatt, amíg az ellenfél újra tölt, ő gyakorlatilag ledarálja. Ezt figyeljétek, T-150-es elej 1, 2 és vége is. Kevesebb, mint 2 másodperc alatt tüzel, és hú, itt egy tigris. Jákpancer 45 HP-val, de azért sikerült rendesen leamortizálni azt a tigrist. Közben 5-6, egész kiegyenlített a meccs. Van 8 lövedékünk itt a tárban, a tigrisnek elég lenne 3 is, ha minden igaz. Ha, viszont Sunyi nem nagyon akart tőle kapni egy lövést, még full HP-n vagyunk. Ezt ő szeretné így meg is tartani. Itt jön a jákpancer, sajnos nem sikerült lekapni a tigrist, viszont 1, 2, a tigris gyorsan tölt, még egy lövés kéne, és sajnos
icipicivel hamarabb lőtt, mint szerettük volna. Maradt 718 HP-je Sunyinak, ez a harmadik kill-je, és most feletárat kilőtte. Úgy dönt, hogy nem tölt újra, hiszen van itt valahol egy IS. És a T-25-össel azt szeretné elkapni, viszont 6-11 az állás, nem néz ki túl jól ez a csapatnak. 5 perc van vissza a meccsből egyébként. Valahol itt kell lennie annak az IS-nek. Hopp, meg is találtuk, 1000 HP-n van. Sajnos egy kicsit sok lesz. Na, és látunk egy leopárdot, és Sunyi úgy dönt, hogy inkább a leopárdra koncentrál. Leláncolja és eltalálja. Még egy lövés, leopárd próbál menekülni. Ez csak kritikus, de láncoltuk megint. És maradt egy lövedék a tárban. Kilövünk az IS-re, és hát innentől kezdve itt jön a hátránya ennek a bizonyos dobtáros ágyúnak, hogy most nem sok mindent tudunk tenni. Hogyha most normál ágyú lett volna, akkor bedarálta volna az IS-t Sunyi, viszont cserébe különben nincs akkor a tűzereje. Most ez egy érdekes szempont, hogy vajon mire volt itt érdemes lőni, inkább az IS-re, vagy inkább az Aufklärungs Pantherre. Oké, tehát leopárdra. Csak úgy néznek ki, ezzel gondoltam, hogy van, hogy az. Nem vagyok benne biztos, hogy a leopárd volt a fontosabb célpont. Szerintem ketten együtt megehették volna az IS-t. De lehet, hogy tévedek. Hoppá, egy IS lövés pont elment fölöttünk, ilyenkor jól jön az, hogy a bulldog ilyen picike. Még egyet. És pont elébe találta a torony elejét, ez a tank abszolút semmiféle páncéllal nem rendelkezik szinte. Oké, M6-os is megvolt. 5 kill, 2372 sebzés, ez már önmagában is elég szép. De 9-13 az állás, és már csak egy Black Prince van velünk. Na most kellene ezt az IS-t valahogy egy kicsit elkapni. Ájjaj, kaptunk egyet, kilőtték a töltőnket. Semmi gond, mert be vagyunk töltve. Két lövés, 15 HP-ja maradt, és az utolsó befejezte. Oké, meggyógyítjuk a töltőnket, bekötözzük a sebeit. 10-13 az állás, még mindig van 5 ellenséges tank. Ez még mindig jó lesz egy kolobanobb medálra, hogyha most megölik a Black Prince-et. És úgy tudjuk, hogy megfogják, mert már 3 nehéz tank is körbeállta, vagy inkább 4, plusz ott egy T-35-ös is. Azt hiszem, hogy jelenleg nem sokat ér szegény élete. Nekünk megvan a Top Gununk, 2822 sebzés. És van még 3 perc vissza. És úgy megint kihasználja az elképesztő sebességét ennek a tanknak. Minek páncol, hogyha valaki ennyire gyors tud lenni? És most aztán a T-85-ös milyen megtapasztalja, hogy mennyire gyorsan lő az M41-es. És még egy lövés kellene. Viszlát. Féltár, és egy T-85-ös egyszerűen le lett törölve a pályáról. Na most, elkezdik a keppet. 11-14 az állás, és ebben a játékmódban elég lassan lehet bekeppelni a bázis, ez itt az előny. A hátrány az az, hogy még mindig 4-en vannak, és még mindig 2 perc, 18 másodpercig ki kéne húzni a dolgot. Sunyi úgy dönt, hogy elkezd tölteni, szóval az ellenfélnek még mindig több mint 1 perc kell ahhoz, hogy befejezzék a keppet teljesebben. És azért azt hozzá kell tenni, hogy ha beállnak 3-an, akkor ez egy kicsit máshogy fog működni. De egyelőre ez még nem történt meg, még 10 másodperc is be fogunk tölteni. Tehát ha még 1 perc, 55 másodperc is sikerül Sunyinak kihúzni a dolgot, akkor megnyeri ezt a meccset, hiszen ő a védő. Egyébként 7 kill, 3542 sebzés. És most megpróbálja majd kihasználni a nagyon jó látótávolságot, a kamót és a félmet és tűzerőt elsősorban. Kinézünk itt a bokor mögött, és találunk magunknak egy Black Prince-et. És most lepattant, és semmi gondunk van. 9, 8, ups. Mindig nem látnak bennünket egyébként. Mindent, hogy inkább az M6-os elő, róla is levesz egy kis védőpontot. De tényleg mindig azt mondom, hogy védőpontot, de valójában ugye mi szemszögünkből az védőpontot jelent, mármint hogy azt kapunk, de őrülük a kepet vesszük le. Sikerült is, 11-14 még mindig nem változott semmi, de már csak 1 perc van vissza, és Sunyi most újra betölt, és megpróbál máshol támadni, és megint csak ez a nagy előnye az M41-esnek, hogy ezt megteheti, mert hány olyan tank van, amivel ennyire mozgékonyan tudnánk változtatni a pozíciónkat a pályán. Az NFL mindig ott számít ránk, ahol az előbb lövöldöztünk, aztán hirtelen valóan teljesen máshonnan kapják az áldást. 41 másodperc van vissza. Több mint 4000 sebzett már Sunyi. Ott az M6-os. Abszolút nem lát bennünket.
Egyszer csak be lesz darálva szegény megint csak. Hopp, ez most valamibe beleütközött. Még egy lövés. Két HP-je maradt. Kritikus lövés, maradt 4. Most már csak 3 lövedék, 2 HP-je van. Kb. 85-esnek és 5 is kiszedi Sunyi. Maradt 2 lövedéke, 9 másodperc van vissza. Egy lövés. 2 lövés, felé fordul a Black Queens. Mindig nem látta egyébként szerintem. Elmenekülünk. És megnyerjük a meccset. 4884 sebzés és 9 kill. Gondoljátok bele, mi történt volna, ha nem jár le az idő. Hiszen ezt a Black Prince-et simán lelövöldözhette volna Sunyi. Mennyi lőszerünk volt még? 9 normál és 10 darab prémium lövedék. Az bőven elég lett volna a Black Prince és a KV3-ra, tehát ha nem jár le az idő, akkor itt akár 6000 sebzés is simán elfért volna, vagy annál is több. És 11 kill is összejöhetett volna, de így is nagyon-nagyon szép eredmény, ez nagyon mutatja, hogy a Bulldog egy nagyon-nagyon szuper tank, főleg, hogy egy ilyen meccsbe kerül, de az igazság, hogy akár egy 10-es meccsben is nagyon jól meg tudja állni a helyét. Úgyhogy ez egy olyan tank, amit szerintem mindenkinek érdemes kifejleszteni, aki szereti a mozgékony, gyors tankokat, meg aki esetleg szeretne valamiféle bajnokságon részt venni, vagy bármilyen csapatos játékmódot játszani. Na hát remélem tetszett, Sunyinak gratulálok, és iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk legközelebb, sziasztok!